Füst lepte el a Novotel Hotelt szombaton, no nem azért, mert meggyulladt volna valami, csupán beízították az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő füstgépet. Egyre több pár választja esküvői nyitótáncukhoz ezt a különleges berendezést, hiszen élőben és később a felvételeken is kiemelten szép látványt nyújthat. Mögöttem látható gépeket száraz jéggel üzemeltetjük, meleg vízben, forró vízben egy mínusz 80 fokos száraz jéget engedünk be, és ezáltal egy kémiai folyamat során víz, gőz, pára, préselt széndioxid kerül ki a légtérbe, és nyitó táncnál tudjuk ezt felhasználni, ezt az eszközt, ezt a látvány elemet a mennyasszonyoknak, a vőlegénynek nyitó táncához. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a glutén és laktózmentes termékek iránt az esküvőkön is. Az ifjú párok szemügyre vehették és meg is kóstolhatták a kézzel készült finomságokat a szombati rendezvényen. Két hónapja nyitottunk itt Kisfehérváron, a Kossuth-utca 8 szám alatt egy pici kis mintaboltot, és hát a pároknak édes és sós lakodalmas süteményekkel készültünk. Pluszba minden termékünk ugye glutén és laktózmentes, és van egy-két termékünk, ami vegán, hogyha esetleg olyan vendég van a lakodalomban, aki semmit nem ehet meg, mert mindenre érzékeny, akkor azt is ki tudják nyugodt szívek szolgálni. Egy esküvőn a finom ételek mellett nagyon fontos, hogy szép képek, esetleg videós összeállítás készüljön. Ági és Marci ebben segít a pároknak, hiszen egy komplex szolgáltatás keretében fotó, film és egy emlékkönyv is készül, de drónos munkát is vállalnak. Mit megtudtuk, a párok egyelőre inkább csak képeket rendelnek, ám egyre többen nyitnak az imásfilm készítés irányába is. A film az még egy olyan kategória szokott néha lenni, bár ez is már egyre kevésbé, hogy azon még itt talán spórolnak, hogy hát az nem kell, de utólag mindig azt halljuk, hogy megbánják, hogy nem kértek filmet, mert egyszer van egy életben, jobb esetben esküvő, és akkor fontos az, hogy ez meg legyen örökítve valamilyen mozgóképes formában is. A drónozás az meg már talán nem is számít szerintem annyira egy különleges dolognak, mondhatni már egy alap. A 21. székesfehérvári esküvő kiállításon tehát a nagynapot tervező párok egy komplex képet kaphattak az esküvő előtti teendőkről, a szolgáltatásokról.